Erre bíztat az Erdélyi Magyar Néppárt egyik alelnöke, Zagykó Gyula is, aki úgy véli, a hétvégi népszavazáson új esély nyílhat a család értékének a megerősítésére. A néppárti politikussal Villányi Zoltán beszélgetett Nagyváradon. A család és a házasság gyakorlatának európai válsága idején a népszavazás egy lehetőség arra, hogy a házasság, mint férfi és nő szabad akaratából létrejött közösség alkotmányos védelmet kapjon, áll az Erdély Magyar Néppárt közleményében. Miért fontos élni ezzel a lehetőséggel, ezt már Zagykó Gyulától kérdezem, az Erdély Magyar Néppárt alelnökétől. Miként a felvezetőben is elhangzott, Európában valóban válságban van a család és a házasság intézménye. Úgy érezzük, hogy Kelet-Európa volt, Kelet-Európában a volt szocialista táborban talán még jobban él ennek az intézménynek a státusza, és ezt szeretnénk megerősíteni ezzel a népszavazással. Erdélyként ezt évszázados hagyomány tulajdonképpen az egész társadalom a házasságra alapszik, a házasság pedig egy férfi és egy nő szabad akaratán létrejött Frigyre. Úgyhogy tulajdonképpen csak a normalitást szavazzuk meg, ezért is buzdítunk mi mindenkit arra, hogy igen, menjen el szavazni, szavazzon igennel. Mire számítanak, milyen a mozgósítás ereje, milyen a közhangulat? Sajnos elég vegyes, elég megjelentek az ellentábor is mozgósít. Tulajdonképpen, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, Európában válságban van a házasság és a család intézménye. Ezt szeretnénk mi megváltoztatni, illetve ezt a hangulatot, legalább Európának ebben a keleti felében maradjon meg az évszázados hagyománya, és remélem, hogy minél többen és minél többen igennel fognak szavazni. Milyen helyzet az élettársi viszonya, hiszen nagyon sokan nem családban, hanem élettársi viszonyban élnek? Igen, mi ezt szorgalmazzuk, hogy miután lecseng ez a népszavazás, utána a parlament erről is tárgyaljon, hiszen egyik törvényes keretekbe kell foglalni az élettársa bejegyzett élettársi viszonyokat, hiszen itten örökségről van szó, gyámjogról, adózásról, és a magyarországi példát szeretnénk hogy látni a román parlament által megszavazott törvényben is. Ez egy intézmény kell, az is legyen, nem a házassággal ér fel, az lehet, viszont azok az emberek, akik ezt a módját választják az együttélésnek, azoknak is kell törvényes keretet biztosítani. Köszönöm szépen Zagykó Gyulának, az Erdély Magyar Néppárt alelnökének. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szombaton és vasárnap közel 19 millió állampolgárt várnak a szavazóurnák elé, és akkor arról fognak dönteni, hogy a család kizárólag egy férfi és egy nő házasságáról rendelkezzen.